Kezdődik az év a kadét program, ahol nem katonákat képeznek ki, bár utána lehet, hogy valakiből katona lesz. Elkezdődött a programsorozat. A sajtóban is megjelent korábban, hogy iskolánk csatlakozott a Honvéd Kadét programhoz, és ennek keretében a 2022-23-as tanévtől indul egy kadét osztályunk, és az osztálytanulóit invitáltuk meg egy kétnapos ingójatábornak nevezem, és tulajdonképpen az is, hiszen nagyon színes és élménydús programot biztosítunk a gyerekek számára. Úgyhogy a tábor elkezdődött, a gyerekek megjelentek, nagyon remélem, hogy jól érzik magukat, és a program keretében rögtön az első élményük egy katonai alaki kiképzés, és délelőtt láttam őket, most délután megint, és csodálattal néztem, hogy mennyit tudnak egy nap alatt is fejlődni. Úgyhogy most a 68-as területvédelmi zászlóainak a dolgozói vannak itt katonái, akik segítenek a kezdetekhez. Ezt a területet is megismertessük a gyerekekkel, de alapvetően a hazaszeretet, a nemzeti érzelmeknek a racionális megélése, ez a célunk a gyerekekkel. Mindamellett ennek mindennek a hozadéka, hogy egy nagyon-nagyon jó és összetartó közösséget építsünk az osztályban. A gyerekek nem lesznek katonák, tehát annyi ez a program, hogy délutáni foglalkozásokon a katonai élettel foglalkoznak, és egyéb a mindennapi életben nagyon hasznos ismeretet fognak elsajátítani, tájékozódni, elsősegélyt nyújtani. Hadisírgondozás, nagyon-nagyon színes ez a program, amit szeretnénk velük végigcsinálni, és nevelni őket. Mind a mellett a honvédelmi alapismeretek tantárgyak fogják heti egy, majd később két órában tanulni, és ez lehetőséget biztosít számukra, hogy érettségi vizsgát tegyenek belőle. Nem kötelező, de lehetőségük van, és nyilván, hogyha 4 év alatt megszeretik annyira ezt a pályát, akkor katonai irányban is tovább tanulhatnak. És azt gondolom, hogy talán azért is jó ez a program, mert motiválja őket a tanulásra. Ha az átlaguk egy bizonyos értéket elér, akkor jelentős összegű ösztöndíjat kaphatnak, és ez tényleg csak rajtuk múlik, és ez nem csak a katonai témájú tantárgyakra vonatkozik, hanem minden tantárgyra. A 9. D osztályfőnöke Szepesvári Csaba lesz, aki maga is részt vett több kollégájával egy felkészítésen. A diákokkal még most ismerkedek meg, lévén ez a gólyatáboruk. Úgyhogy ez egy jó alkalom arra, hogy egy a jövőben egyre gyakoribbá váló élethelyzetben találkozzunk velük. Erre a napra úgy készültünk, itt elsősorban ugye Szolnokról jöttek nekik az alaki foglalkozásokat bemutatni. A következő napon készülünk egy kis csapatösszerázással és hasonló feladatokkal, hogy az osztályban már az egységet kovácsoljuk, mert a kadétképzésnek az egyik, ha nem a legfontosabb feladata, hogy megmutassa a diákoknak az összetartozás és a csapatban dolgozásnak a fontosságát. Ahhoz, hogy mi ebben a programban részt vegyünk, ez egy továbbképzésen kellett részt vennünk, szintén Szolnokon történt meg ez a továbbképzés, és ott betekinthettünk a honvédelemnek a mindennapjaiba, mi is a részeseivé váltunk, illetve azokat az ismereteket igyekeztek átadni nekünk, amit majd mi is a diákoknak adunk át, de ez folyamatos kooperáció, együttműködés a honvédséggel. Szeretné, ha a 17 fős osztálya egy igazi jó, összetartó kollektíva lenne majd. Ő ezen lesz, ahogy a diákok is. Ennek a képzésnek, ennek a programnak talán a diákok szempontjából a legfontosabb hozadék, hogy rengeteg program van, ami az ő képzésüknek a részét magába foglalja. Ezek egyrészt általunk szervezettek lesznek, akár bázislátogatások, hadtörténeti múzeum, vagy van a tananyagukban táborozási, túlélési ismeretek is, tehát ezzel kapcsolatos kirándulásokon fogunk részt venni, tájékozódás, elsősegélynyújtás, ezek mind-mind nagyon izgalmas dolgok, amelyekkel szerintem meg lehet szólítani az ifjúságot és a honvédelem fontosságára felhívni a figyelmüket. Ezen túl pedig a Honvédelmi Minisztérium táborokat hirdet számukra. Ez ejtőernyős, búvár, angol nyelvű táborok, amelyekben ugye
előnyt élveznek, tehát a jelentkezés során ezek a diákok, akik itt ennek a részét. Vannak, akik katonai pályára készülnek. Többen azonban csak a plusz ismeretek miatt választották azt a képzést a Szent Annaiban. Én nagyon élveztem, nekem a családom is ezt csinálja, úgyhogy volt kitalálás, nem pár trükköt. Akkor, ahogy igazgatóhelyettes asszonnyal beszéltük, lehet, hogy a végén te a katonai pályát is fogod választani? Igen, gondolkozom rajta. És mit vársz ettől a képzéstől? Hát megtanulni az alapokat, amiket meg kell, és társaságot alapítani, és ennyi. Honnan érkeztél? Szolnokra lelkereszem. Akkor te kollégista leszel? Igen. És mit tudsz a Szent Annai suliról? Nővérem és bátyám ide járt, úgyhogy sok mindent, és nagyon sok jót mondtak erről az iskoláról, és így esett erre a választásom. És te miért választottad ezt a képzést? Hát azért választottam ezt a képzést, mert apukám belém nevelte, és én is nagyon szeretem. Tehát a fegyelmezettséget, a határozottságot is szereted, vagy esetleg utána a pályát is választod majd? Hát nagyon szeretem a pályát is, és a rendet, fegyelmezettséget is nagyon szeretem. Egyébként milyen volt az első nap? Hát az első nap nagyon jó volt, össze is barátkoztam a fiúkkal, hát rendben van minden. Szent Annairól mit tudtál korábban? Unokatesóm ide jár, nagyon jó suli, azt hallottam róla. Hát. Milyen tantárgyaktól félsz legjobban? Hát igazából nem nagyon félek egy tantártól sem, fel vagyok készülve.